Régi szép hagyomány már Székesfehérváron, hogy az ünnepvárás pillanatait a város iskolásainak, óvodásainak műsora teszi emlékezetessé. Az idei évben sincs ez másképp. Gyere te is, Gyurisára! Meghívlak a vacsorámra! Húzza kell, mert ahogy tudja, a Disznótor Fölsővároson címmel a programok sorát a felsővárosi óvoda produkciója nyitotta. A legkisebb korosztály mutatja be, hogy milyen mértékben és milyen mélységben ápolják a hagyományt. Itt a színpad előtt, illetve a színpadon látjuk a kicsiket, itt a színpad előtt pedig látjuk az idősebb korosztályt, és tényleg azt gondolom, hogy itt a korosztályok együvéve ápolják és gondozzák a hagyományt, amit Felsőváros talán egyedülállóként produkál Székesfehérváron. A Süni csoport műsorában nem csak a gyerekek, de a szülők, nagyszülők és dédszülők is bekapcsolódtak. Összegyűjtöttük Felsőváros hagyományait, és a gyerekeknek a nagyszülei, dédszülei mondták el, hogy régen hogyan zajlott egy disznótor, mit szoktak utána játszani a gyerekek, ezt tanítottuk meg a gyerekekkel, és nagyon örülünk, hogy nem csak a szülők, nagyszülők, hanem dédszülők is jöttek, és képviselik Felsővárost. A felsővárosi asszonyok hagyományőrző viseletükkel is megismertették az érdeklődőket. Évek óta gyűjtjük össze a ruhákat, szedjük össze, több száz éves ruháink vannak, úgy több száz éves, hogy a 800-as évek végéről maradt két-három olyan család, akinek nagyon-nagyon nagy ruhakészlete volt, és felajánlotta a kis gyűjtésünkbe. Az adventi időszakban minden hétköznap délelőtt több mint 50 fehérvári intézmény mintegy 1000 gyermeke lép majd fel a Városház téri színpadon.